Én aminek kivi és a narancs volt a szél. És hogy ízlik? Finom. Finom. Én sem tudom. Jó? Én is olyat és nagyon ízlik. Nagyon jó. Én is olyat és nagyon ízlik nekem. És te fiatalember? Én a másikat, én az ananász leveset és az ananászosat. Elsősorban az egészséges táplálkozásra akarták felhívni a fiatalok figyelmét a döbrököző délutánon. Olyan koktélok és turmixok készültek, melyek könnyen elkészíthetőek, és pici időráfordítással kiválthatják az egészségesnek nem igazán nevezhető üdítőitalakat. Négyféle koktél közül tudtak választani a vendégek. Kettő zöldséges gyümölcs koktél közül, illetve kettő gyümölcs koktél közül. Ezeknek a fő összetevője a narancs volt, a banán, a kivi, az alma, vagy éppen az ananász, a zöldségek közül pedig a cékla, vagy az uborka. A koktélok friss gyümölcsökből készültek, hozzáadott cukrot nem alkalmaztunk, csak mézet, ugye természetes édesítőszer, nem szerettünk volna se édesítőt, se egyéb dolgot hozzáadni. Tőlő Mária pedagógus arról beszélt a gyerekeknek, miért fontos az egészséges táplálkozás. Kiderült, a legegészségesebb a hagyma, az alma, a brokkoli, a spenót és a sárgarépa. Friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztására hívjuk föl a figyelmet a mixerek segítségével. Ugye nagyon fontos a gyümölcsöknél a vitamintartalom megőrzése, főleg most a tavaszi időszakban, amikor a tavaszi fáradtság erőt vesz mindenkin, hogy pótoljuk az elvesztett energiáinkat, vitaminokat. Egy ilyen délután nem lehet meg zene és játék nélkül. A szervezők remélik, hogy ha nem is változtatja meg egy ilyen nap a fogyasztási szokásokat, de befolyással lesznek arra, hogy egy adott pillanatban a gyerekek ne idegenkedjenek a zöldségtől vagy a gyümölcstől, és épüljenek be ezek az ételek a mindennapi étkezési szokásokba.